Sziasztok! A Rayman 3 következő pályájával térünk vissza. Mi is a neve? Desert of the Canarian, tehát sivatag, ez a szó nem jutott eszembe. Lássuk csak! Igen, globok szépen végig ugye azon az égetünk. Valamin. Én viszont... nem akarok rámenni, mert az életvesztéssel jelent, de gyilvottokat össze kéne gyűjteni mindet. Én gyűlöletek téged, ezt te engem? És be is jöttünk a barlangba. Itt már is mindig ez a talaj. Téged folyadik? Nem szeretném a Globox. Ja, mindenek vissza a vég, aztán elrökünk, meg szépen bőlük mehetünk az egész oldalra. Annyi baj legyen. Ez mit csinál ott? Mit lebeg? Hogyan képes ez itt lebegni? Hát ez az, hogy csak itt lebeg nekünk. Jó, ezt begyűjtöttük. Lehet, hogy egy ötben alatt igen, mondjuk meg a gyors nézőt várva, és mi nem. Mert hirtelen nem tudom, hogy ezt nem tudom a nézetet. Ez egy hátrány a lehetőnek. Gyémántok begyűjtve. Többi gyémánt begyűjtve. Jöhet a tensi mentő, az jó. Gyémánt gyűjtés. És tensi mentés. Oké. És itt is vagyunk a tensikéknél. If you want to cross the desert, you need to use the tunnels. But it won't be easy. The tunnels are swarming with canarin, and those beasts are invincible. Yeah, well, you got a better idea? You bet your bottom dollar I do. Okay, listen closely, Big Nose. Do not let the canarin get near you. You understand? Never. If they get their claws on you, you're dead. Well, it was a nice number, yeah. Az igen komoly sérüléseket eredményez Raymanben. Itt van 20, próbálsz 20. Gyere be! És zuhanás következik. Mert eltűnik a talaj a lábunk alul 20 szemét. Globaxot elrabolták. Hát, ez mind változatosság, csak most a Canarian robot vele. Rémet is el akarják fogni, ezt nem hagyjuk neki. Leszedjük az összes gyémántot, átvegyük a Canarian robotot és elhúzunk. Majd egyszerűen leülünk ebbe a nyomba. Persze ez nem tetszik neki, hogy megszólaljuk. Megüti a bombot, ezzel jelezünk kázat. Jön az összes Canarian minden átjárt. Lezártak! Itt csak életek vannak. Nem probléma.
tenségek. Szabadítjuk. Ó, és már is megnyit az életünk. Megszólal a gong, ezzel elcsaljuk a fenti kenerőjent. És közben... Azért kell a fentit elcsalni, mert... Éppen itt áldogált, ahova most beugrunk, és hát, hogy itt van, akkor nem tudunk bemenni. De így, hogy elcsaltuk, így semmi probléma. Hát ezt a tojást el kell vinni oda arra a nyomólapra. Kinyíljon az ajtó. Igazából anélkül is tovább lehetne jutni, hogy ezt megtesszük, viszont vannak még élni. Ja nem, nem lehet tovább jutni, mert ott van egy narancssárga konzerv. Ami önnek a segítségével ki tudjuk lőni a gombot, hogy elcsoljuk az egyetlen ott lévő kenyerőjét. Igen, ez nagyon ügyes volt. Felcsoljuk. És így akkor be tudunk ide ugrani. Úgyhogy nem vesz észre. Vagy ha észre is vesz, az mindegy nekünk. Sem, mert most ide bejövünk, nem baj. Szerezzük a gyémántokat, és szerencsére pont elment innét, úgyhogy simán kikerüljük és bejövünk a következő részre. És megint tojást kell cipelni. Csak most egy kicsit messzebb van a nyomulat. Közben jönnek ezek a szellemizék. És ha éppen a tojás nálunk van, amikor nekünk jön, akkor a tojást elejtjük és mehetünk vissza egy másikért. Ez az, megpusztultak. Jó. És az ajtó kinyílik, és tovább haladhatunk. És egy 100%-os szakaszt láthattunk. Globax itt van, persze, és megint elfogta egy Canarian. De már tudjuk, hogy hol van. Most fel kell oda jutnunk. Ja, hogy aktiválni kell először a mozgó izéket, ahhoz meg szükségünk van egy Canarian-re, mert Rayman nem elég nehéz, hogy aktiválja azt a nyomólapot. De ő jó lesz. Hiába állok rá, hiába ugrok, vagy bármi nem. Ő viszont átsétálta és aktiválódott. Oké. Okay. Ez jó, pont átugrott fölöttünk. Fölöttem. Tudom, miért beszélek csak össze. Na. Én itt most ugye ezek a mozgójáratokat meg kell várni, hogy tovább tudjunk haladni. Na, mielőtt tovább haladnék, itt van egy... úgymond extra, amit megszerzek. Fölmegyek, és itt van egy tensike, aki ad egy zöld konzervet, ami után a lent az alsó részen lévő rejtett helyre is be tudok menni. Hely nem rejtett, csak ilyen csavaros lábon álló izé, kis szírt, vagy nem tudom minek nevezzem. És ezt meg ezzel a forgószelessel tudjuk lejjebb eresztni. Ne csak. Tehát ez a kis izé. Lecsavarod és simán föl tudok jönni. Na, az tökéletes, amikor az 1500-asat megszereztem, akkor még megvolt a dupla. Na és akkor most mehetek is fölfelé. Ezeken a kis izéken, illetve néha lógni.
úgy... Baj! Aj! Ez nem éppen úgy alakult, ahogy szerettem volna. Inkább nem ugrok le rúgra. Azért úgy szerezzük meg a gyémántot, hogy közben ne essünk. Tensike! Nézzük, ahogy táncikálnak. És így föl is értünk. És mehetünk tovább a következő pályára. Ez is 100%-os tökéletes. Lássuk csak. Bocsi, egy kis technikai szünetér volt egy fontos üzenet, amire válaszolnunk kellett. Oké. Okay. És itt felül kell végigmászni, mert alul ott a Canarian. 4, 5. És hát nem túl jó volt az nekik menni. És nem tudom őket kikerülni sehogy máshogy, csak így, hogyha elmegyek fölöttük. Azért nem kéne leesni. És be is jutottunk a következő szakaszhoz. Elrepült. Megint jön a szokásos mód, hogy el kell terelni a Canarian figyelmét. Erre tökéletes a gong. Ne már! Basszus! Vissza fog jönni! Jó, sikerült. Kellemetlen lett volna, ha előbb jön vissza, mint ahogy sikerül oda mennem. Begyűjtjük a imántokat. Van valahol egy kis izéke is. Jó. Imántok begyűjtve. És még pont van elég időnk, hogy ott majd maradt néhány gyémánt. Most nem megyek oda még egyszer, mert akkor mehetnék vissza az újabb adag kékért, mert el is fogyott. Hagyjat akar enni a zombika. Így ide föl kell jönni, mert itt van egy tensike. Ez abban nem kell, tehát mert ha nem szerezzük meg, akkor is tovább lehet jutni, de... De... Megpróbálunk kimaxolni a játékot. Egy újabb tensike megmentése. Megint táncikálnak. Csomó gyémánt. Ott is vannak gyémántok, összeszedem őket. Húha, szellemizék. És ahelyett, hogy eltalálnám, inkább megsebződök. Ez logikus. Jó. És... Erre kell tovább haladni. És most fel kell menni a torony tetejére. Kilőjük a tensikét,
Ezek a Kennerjenek közben meg éppen arról vitatkoznak, hogy kinek az apja az erősebb. Gonggal eltereljük annak a kettőnek a figyelmét, és el tudok imét menni. Igen, nem mindegyik Kennerjen értékeli ezt az apákról való vitatkozást, és meg is kérte őket, hogy hagyják abba. Gyertek! Friss réme, husi! Szervusztok! Így kell kicselezni őket. Ajaj! Little grasshopper, one must never let the canarians get near you. Capisce? Never! Igen, én ezt értem, de ez... mielőtt bármit tehettem volna, ide jött. Ajaj! Ez így nem lesz jó. Szépen meg kell várni, hogy elhúzzanak innét. Mert megint itt visszajön. Jó, így jók leszünk. Tensit kiszabadítjuk. És meglövöm a gongot, ami mondjuk elég érdekesen van elhelyezve. Nem tudom, hogy itt melyik kanárián tud repülni, de biztos. Van olyan is. Újabb tensike. Őt is kiszabadítjuk. Kapunk tőlük sok-sok gyémántot. És felmásztunk a torony... mondom, felmásztunk a torony tetejére. Siker! Haladjunk tovább a következő pályaszakaszra. Nem rossz. És itt jön az, hogy ide le kell ugrani. És ha jól emlékszem, megint tojást kell majd cipelni. Szellemek már megjelentek. Ja, itt nem, itt most kijövünk a szellemvilágból. Aha, viszont itt lejövök, mert van egy csomó gyémánt abban. Azokat meg szépen összegyűjtögetem. Úgy. És innét tudok kimászni. A szellem viszont elpusztul, ha ki akar mászni. Na és most jön a tojás. Ez a változtatás. Viszont nem mindegy, merre megyünk, mert itt vannak olyan darabok, amik leesnek. Erre felé van a jó járat. És kinyílt az ajtó, mehetünk tovább. Hiszem itt van valahol egy, igen, egy rejtett járat. Akkor gyémántok kellenek, kanarienek jönnek. Nem baj. Rejtett járatra jön, viszont igen, ebből a másik oldalon lévővel tudok majd bemenni. Egész pontosan... azt hiszem talán itt... ó, igen, itt. Továbbhaladást kérünk, gyors továbbhaladást kérünk, de ez nem mindig sikerül. Felugrani se sikerül a kijárat. Na, azért. És menjünk tovább. Életmaxon, király. Most akkor végig ugrálok ezeken a
föl lemozgó izéken. Ott egy kanárien, tehát arra nem lehet menni. De szerencsére én nem is arra akarok, én nem is arra kell. Tensike! Magányos Tensike volt. És erre van a továbbjutás. Since Sally died, I feel so alone. És itt jönnek mindjárt a kanárienek. Szerbusztok! Ez pedig mászkálni kell rajta össze-vissza, hogy leszakadjon, különben elkapnak. És elkap minket a főzombi. És itt is jön a fő boss küzdelem. Az első. Mi ugye ez a... Igen, az első. Dobox itt van. Rayman, itt vagyok. Azt mondtam, hogy pofa be! Kapd el, Rayman! Miért nem tudod befogni a pofádat? Ugye béka? Reflex az én bajnokom. És meg kell küzdened vele. No, but really, I'm sure your friend will shine in the arena when Reflex is burning his corpse! Let the combat begin! Kezdődhet a küzdelem. Orvosz elező rohadék. Nem kapsz el. Szétlőm azt a varázspálcát. Ennyi életre szükség van. Ó, és pont sikerült beleugranom. Pedig igyekeztem kikerülni. Botpusztítás. Szelezik. Nem baj. Úgyis mindjárt megújja és akkor szintén a barátságot. Visszatérés a forgószélhez. Életfeltöltése. És ugrálunk. Ajaj, ezt elrontottam. Ennyi. Hát most elég sok életet vesztettem. Csak kettő. Azt hittem többet. Igen, most itt a harmadik. Szervusz, gyere, kapjál! Kapjál, ha tudsz, de nem tudsz. Ízék, amiben az egyik pont sikerült beleugranom. Megint elkapott egy király. Most legalább három életet vesztettem. Semmi baj. Bepótoljuk a vesztést. Ja, hármat vesztettem. Gyere te, forgószél!
megjött az első meteor eső ideje. Menekünk itt alulra. És ugyanúgy jön a forgószelezés, csak ezen... Na, most már a meteorikakkal dúsított pályára kell menekülni előle. És hát azért nem lenne jó belemenni, mert egy kicsit lágos. Ó, és eltalált egy van. Meg belesétálok egy olyan zébről is tök jó. Nézőtér szinte tombol, mindenki reflexnek a zombinak a tombol. Nem tudom, mi penerni. Nem áll! Én vagyok ilyen szerencsétlen, basszus. Na, gyerünk már fejezbe, mert le fog járni. Ízém. Úgyni. Na, jövünk. És lehet, hogy nekem itt. Nem jött nekem. És a második meteor eső ideje is elérkezett. Basszus, és megint belefutok egy ilyen pluszbe. És pont sikerül oda lejönnöm, ahol nincs élet. És még több lángoló kráter van a pályán. Közben, hogyha egy kanyarodok, akkor közelebb ér hozzám, és nekem tud jönni. Én muszáj kanyarodni. Különben gáz van. Mi se egy hírt? Basszus, föl sem mentem, és már elbuktam egy életet. Kettőt. Érdett ilyenkor, amikor van rajtam valamilyen erő, akkor kétszeresen mondja le az erőt és a sérülésért. Ennyire nem lehetek szerencsétlen. Feketelú megijesztette a kis Canarian királyt. Rayman megnyerte a küzdelmet. Rayman, you fought heroically in the arena, even though it kills me to have to say it. Reflux has never known the taste of defeat. Shut up, you idiot. I'm the king. Please, Majesty. As a reward, you shall receive the power of a Leptis. Most meglátjuk a Leptis erejét. Kapott valami csoda erőt a Leptis-től. Globox pedig bezöldül és elájul. És igen, most Globox el van csodálkozva, hogy most valamilyen erőnk van, ami nem is tudjuk, hogy milyen. Akkor is begyűjtöm a gyémántot, ha lősz, nem? Szia, Globox!
években. Viszont a Mighty, tehát a Lepti szereje lehetővé tette a grimaszolást. Azaz, fekete lumokból igazságot tudunk csinálni. Tattoos gave you the power to turn black lumps into red ones! Ow! És csak úgy elmertél találni, nem szégyeled a pofádat? És eltávozhatunk innét. És ezzel ki is jutottunk a Canarian barlangból. Igen, a textúra az megint úgy döntött, hogy így a sivatag vörös talaja az ilyen valami. Ó, hogy a dzsin is van. Ez jó, lelőtte egy saját dzsinjét. És mind a kettőből csináltam vörös lumot. Itt van egy darab vörös, azt is már szeretném. Itt meg van három élet, ami nem fogja feltölteni maximum. No, itt jönnek ezek a kis tizék. Az egyiket el is pusztítottam. Hát túl messze van, nem tudok rá grimaszolni. Te is el fogsz pusztulni mindjárt. Mondtam. Ki a király? Raymond a király. Ó, most jó a textúra, egészen. És itt van Globax, aki megint föl piálta az összes izét, és büfög nekünk néhány buborékot. Hogy kilőhessük a tenségét. Ja, miután ide büfögte a buborékokat, ő szépen elrepül, mi meg megyünk a hosszabb úton. Így hagy minket magukra. Kis élettankolás. Több is, mint amire szükség van. Ó, gólyalábas varázslók, ezek ellen nem ér sokat időben. De itt van egy tensike, aki meg ajándékoz minket egy kis zöld konzervvel. És most jönnek ezek a kis izék, nem is tudom melyikek a rosszabbak. És megint eltalált, nem hiszem el. És kapunk kék konzervet, amivel tovább tudunk jutni. Itt van egy ilyen izé. Bam. Bam. Ez kell. Na, te meg menjél szépen, égjél a tűzbe. Jó, még egy kicsit, még egy kicsit. Hát, köszönöm. És akkor itt a tűz mögött lévő... Ó, persze, azért ide még a lövedék betalál. Na gyere csak ide, hol vagy te kis szemét? Hát azért... Részeg béka.
Ez egy 93%-os pályaszakasz volt. Az nem is rossz. És egy új bónusz level is meg, bónusz pálya is megnyílt. És ismét itt vagyunk. Aj, ez kicsit nem szeretem. Nem olyan könnyű eltalálni. Egy, kettő megvan. Három megvan. Baszta, ez most egész gyors volt. Méled begyűjtve. Rejtett helyre bejöttünk. Gyűjtjük össze a gyémántokat. Úgy. És jó sok kambót is összeszedünk hozzá. Majdnem 6000-et. Király. Szia Globax, megyünk be a Dokihoz. Nem, biztos, hogy nem. De igen. A kereti Tenshi következik. Oh, Gromak-san, very tense. Rockery, I know how to drive out a negative energy. Globax-san, én tudom, hogyan kell eltávolítanunk a negatív energiákat belőled. Nem jövök ki. Nekem jó itt. Oh, yeah? Let's see about that. Ato! Ato! A másik. Csoportterápia. Wow. Ready? Kellemes muzsikát játszanak. Ezt nem bírja a fekete lú. Inkább elmegy. Do like the llama so fast. If he finds the energy to multiply, all is lost. Exactly. És most visszatér és összegyűjti az összes elesett harcosát. Semmi sincs veszve, barátaim. Tudok valakit, aki segít nekünk. Végigjárják a Canarian barlangot, hogy megtalálják. És itt van ő. Reflex. I know that you dream of getting revenge against Rayman. Tudom, hogy a hosszúról állhatsz. Steal the scepter from your king, and I will serve you Rayman's head on a platter! És én segíteni fogok ebben.